nemzeti ünnepeink sorában az 1956-os forradalomról és szabadságharcról szóló megemlékezések különleges szerepet töltenek be. Nem egyszerűen a jelentős történelmi eseményről, nemzeti sorsfordulóról emlékezünk meg ilyenkor, hanem a családunk, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink életének egyik igen fontos, sok esetben meghatározó jelentőségű pillanatáról. A forradalom és szabadságharc tatai szereplőinek felelősség és áldozatvállalását a ránk maradt dokumentumok és visszaemlékezések idézik meg. Ezeket Tatán az önkormányzat és a Kuni Domokos Múzeum gyűjtötte össze, jelenleg a múzeum helytörténeti gyűjteményében találhatók meg. 2016-ban a múzeum igazgatójának, dr. Schmidtmeier Richárdnak a szerkesztésében könyv formájában is hozzáférhetővé váltak az érdeklődők számára. Október 22-én Budapestre kellett mennem egy ortopéd cipészhez. Találkoztam a bátyámmal is, Bandival, aki akkor volt első éves egyetemista a Műegyetemen. Lelkesen újságolta nekem, hogy olyan itt a hangulat, mint amilyen 1848-ban lehetett. Tata lakosai irányába a pesti forradalom híre különböző csatornákon érkezett. A rádióban a közvetítés már szakadozott, már nem egyértelmű hírek érkeztek, de a Pestről érkezők már hoztak magukkal híreket a forradalomról, a forradalom kiterjedéséről, már az október 22-i megmozdulásokról is. 1956-ban a tatai Eötvös József Gimnázium 4. osztályos tanulója voltam. Október 23-án sógorom hivatalos ügyben a fővárosban járt. Későn érkezett haza. Ő hozta a hírt, hogy Budapesten forradalom van. Hozott egy röpcédulát is, Tamási Lajos Piros a vér a Pesti utcán című versével. Nagyon szép költemény. Azon versenyeztünk, hogy ki tanulja meg előbb. Örültünk, hogy végre szabadság lesz hazánkban. A gimnáziumban is mindenki boldog volt. Reméltük, hogy megszabadulunk az oroszok és a kommunisták önkényuralmától. Október 21-én még mindig nem adott hírt a rádió, így a bizonytalanság tovább fokozódott a lakosság között. 24-én délután, mire kiderült, hogy Nagy Imrét kinevezik miniszterelnöknek, hogy Gerő Ernőt lemondatják, hozott némi megnyugvást a kedélyeknek, de a továbbot nem lehetett ismerni, hogy a forradalom hol tart és Tatán mit lehet tenni. A forradalom kitörésekor az Agostyáni utca elején volt egy papírbolt, ahol lehetett kokárdát kapni, meg Kossuth címeres kitűzőt. Rengetegen voltak ott, és sorba kellett állni. Boldogság volt az emberek szívében, hogy büntetés nélkül vehet kokárdát a magyar ember. Mészáros Gábor, a kórház szülés főorvosa úgy döntött, hogy október 25-én egy hosszabb táviratban áll ki a kórház és a kórház munkatársai nevében a forradalom mellett, hogy Nagy Imre vonala erősödni tudjon. Ezt a táviratot azonban október 25-én még nem lehetett elküldeni. Hatalmas vita övezte a kórház dolgozói között is, és többször megvágva a szöveget sem sikerült megállapodni abban, a kórház vezetése nem járult hozzá, hogy elküldjék a táviratot. Éppen ezért végül ezt a táviratot a református és a katolikus egyházközség közösen küldte el a kormány támogatására. A rádióból halljuk, hogy Budapesten még mindig folynak a harcok.
A testvérharc a legnagyobb aggodalommal tölti el minden becsületes, érző magyar lelkét. A pillanat nem alkalmas arra, hogy a harc okait vizsgálgassuk. Legsürgetőbb teendő most a harc megszüntetése, és ezzel minden megtakarítható cseppnyi vér megmentése érdekében a harcban résztvevők és az egész magyar nép megnyugtatása. Ezért kérjük a teljes amnesztia biztosítását a harcban résztvevőknek, a letartóztatottak haladéktalan szabadon bocsátásával. Úgy érezzük, hogy kérésünk teljesítése lehetővé tenné a teljes kibontakozáshoz szükséges bizalommal teljes megbeszélések megindítását. Óriási emberi, rendkívüli történelmi felelősség van mindnyájunkon, elsősorban azokon, akiknek kezében vannak azok az eszközök, amelyek megnyugvást hozhatnak. Ezért ismételten kérjük a teljes amnesztia megadását. Voltak ezzel ellentétes irányú táviratok is. Antal Gergely, az 5-ös gimnázium keménykezű igazgatója, a ideológiának megfelelően azt követelte a diákoktól, hogy egy a pártot jobban támogató táviratot fogalmazzanak meg és küldjenek el, hogy erre sor került, erre ma már nincsen semmilyen emlék. A gimnázium diákjai röpcédulákat készítettek, annak érdekében, hogy a forradalom támogatása minél szélesebb körben ismerté válhasson. Kommunista jelképek ledöntése is megkezdődött 25-én, 26-án a városban, de így többek között a Tatai vár udvarán álló fiatal kommunisták emlékművét is bedöntötték az öreg tó vizébe. Lekerült a kórházról is a vörös csillag. Budapesten 23-án tört ki a forradalom, Tatán meg, úgy emlékszem, 25-én. Az biztos, hogy hétköznap volt, mert Tatabányára jártam ipari tanulóba, és onnan jöttünk haza. A kisállomáson leszálltunk Borbély Jóska barátommal, ő festőipari tanuló volt, én kőművesipari. Sétáltunk a tóparton, és akkor már mondták, hogy Pesten lebontották a Sztálin szobrot. Mi meg láttuk, hogy a vár előtt ott áll büszkeségünk, az ötágú vörös csillag, és ketten, a Borbély Jóskával beledöntöttük a tóba. Egy kőtalapzaton állt, és maga az emlékmű téglából volt, könnyedén el tudtuk dönteni. Egész nap feszült figyelemmel hallgattuk a rádiót. Délben bemondták, hogy Gerő lemondott. Pesten tovább tartanak a harcok. Már vidékre is kiterjedt a mozgolódás. Délután, Tatán is, leverték az épületekről a csillagot. Este a rádiót hallgattuk bent a bíróságon. A mai 25. Klapka György Lövész Dandár laktanya területén 1956-ban páncélos tisztiskola kapott helyet. Ebbe a tisztiskolába voltak műegyetemista ifjak, október 22-én már az első felvonulásnak a hírét elhozták a laktanyába, 23-án pedig kettő élőben látta a rádió ostromát is, amely hírt szintén magával hozott a laktanyába. Ennek köszönhetően mozgolódás indult a műegyetemista ifjak között, amit nem jó szemmel nézett a tisztiskola vezetése. Még 23-án este a laktanyából több egységet felrendeltek Budapesten a rendteremtés céljából. Október 24-én körkörös védelmet láttak el a laktanya területén, és ezt ebbe bevonták még a műegyetemista ifjakat is, akik között egyre többen követelték a katonatanácsnak a megválasztását is. Október 25-én a tisztiskolába menekültek be a pártfunkcionáriusok, és 26-án végül a rendőrség vezetése, akkori vezetése is. Ebben az időszakban a tisztiskolások fele már külön belső védelmet alakítottak ki arra esetre, hogyha ők is föllázadtak volna a parancsnokság ellen. A 24-én reggel biciklivel bementem a laktanyába. Én és a többi városból beérkező tiszt ott tudtuk meg, hogy az éjszaka Lázár Tivadart az állomány nagyobb részével fölvezényelték Budapestre,
a közintézmények és a rend biztosítására, s nem volt idő a mi riadóztatásunkra. A Tatán hagyott több mint 100 tiszt és a maradék állomány parancsnokának, László János őrnököt bízták meg. Az ő irányításával kialakítottuk laktanyánk körkörös védelmét az ellenforradalmárok esetleges támadása ellen. A laktanya körül mindenkit igazoltattunk. Október 23-ára az ország több pontján is kitört a forradalom, így a forradalom hulláma elérte Tatát is. Mellettem, mögöttem állt egykor a szovjet hősi emlékmű, mely az elnyomó rendszernek egy kiemelkedő szimbóluma volt. A délutáni órákban almásfűzítői munkások érkeztek, és látván, hogy itt még áll az emlékmű, nekikezdtek a lebontásának. Erre az időpontra már elég sok tatai polgár összegyülekezett az emlékmű környékén, és segítkeztek a lebontásban. A tömeg a szózatot énekelte, amelynek a hangjai a laktanyáig jutottak el. Gyorsan híre ment az emlékmű bontásánál, és egyre nagyobb és nagyobb tömeg gyűlt össze a téren. A tömeg egy része elindult a járásbírósághoz, a mai Bláthy iskola épületéhez, ahol a politikai foglyokat szerették volna kiszabadítani a börtönből. A tömeg másik része pedig a rendőrség irányába haladt tovább. Amikor jöttünk Szomódról, a géppuska szólt. Lehet, hogy csak figyelmeztető lövés volt. Kikerültük a laktanyát, aztán ott az Oncsa telepnél jöttünk be a vasúthoz közel. Ahogy kikerültük a laktanyát, a szobornál én mentem el kötélért. Aztán a teherautó nem tudta elhúzni, és akkor jött a traktor. Egy Hoffer. Szomódról jött a szántásból, és mindjárt lekapcsolták. Aztán nem volt kötél. Volt lánc, de az elszakadt. Aztán nekem mondták, hogy szaladj el. Akkor hoztam kötelet, amit rákötöttek az emlékműre. Akkor már csak rátettük. Nem is emlékszem, hogy melyik sarkára. A traktor az Ady Endre utca felé állt, kétszer vagy háromszor húzta meg, végül az első világháborús emlékmű elé döntötte a szobrot. A nép akkor örült, de volt olyan, aki nem, és volt, aki magába zárkózott. Délután Fekete Pista bácsi fizika szakkörére jártunk. A harangláb és az út között most parkosított rész van. Itt állt valamikor a szovjet emlékmű, egy betongúl a tetején ötágú csillaggal. Később láttam a csillag nélkül is. Mikor a csillag lekerült, a Lukasz zászló lengett már az iskolán is. Mikor reggel bementem az osztályba, a kályha előtt égtek az orosz könyvek. Nehéz idők jöttek, nem tudta senki, mit hoz a holnap. Bárhogy lesz, úgy lesz, dalolta a rádió. Később az első rendezvún egy kócos fiú hozzám hajolt. Szeretsz-e mindig, kérdeztem, és ő tréfásan válaszolt. Bárhogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejthetem, a sors ezer rejtelen, ahogy lesz, úgy lesz. A továrosi szovjet hősi emlékmű ledöntését követően a tömeg egy része ide vonult a járásbíróság épületéhez a politikai foglyok kiszabadításához, hiszen nem lehetett tudni, hogy a börtönben, mely itt a földszinti részen helyezkedett el, hány fogvatartott van. Kisebb lövöldözésre került sor, Hemmerlein József több sorozatot is lőtt a visszaemlékezők szerint a dobtáras puskájából, de sérülésre nem került sor. Bíróság épületének elfoglalását követően a foglyokat szabadon engedték. Politikai fogvatartottak pedig csatlakoztak a tüntetőkhöz, és a rendőrség épületéhez vonultak vissza Tóvárosra. Egy alkalommal rossz, törött lábbal akartam lejönni Tóvárosra. Akkor a mostani Bláthy iskolánál, ami a járási tanács épülete és előzetes fogda volt az alsó szinten, meg kellett állnom. Onnan engedték ki a bebörtönzötteket a forradalmárok. Emlékszem rá, most le van bontva, de azon a sarkon a kórházzal szemben egy papírbolt volt. Emlékszem,
ott vettük a gimibe mindig, ha valami kellett, ott álltunk sorba. Mankóval tovább akartam menni többet magammal, de egy géppisztolyos volt ott, és mondta, hogy forduljunk vissza, mert keresztül lőnek. Engedik ki a rabokat. Úgyhogy többen voltunk ott tataiak, akik megfordultunk, nem vitatkoztunk. Október 26-án az országgyűlés téren a szovjet emlékmű ledöntése után, majd a járásbíróságban a politikai foglyok kiszabadítását követően a rendőrségre érkeztek. A rendőrség épülete 1956-ban még más homlokzattal rendelkezett, egy erkély rész volt látható, és az épületet elfoglalni készülőket onnan dobálták mindenféle eszközzel. Volt is egy kis riadalom, amikor egy biliárdgolyót dobtak ki, mert azt hitték gránátot dobnak a tömegbe, de a visszaemlékezések alapján a rendőrség első ostroma során lövések a rendőrség épületéből nem dördültek el. A bezárt ajtót azonban nem tudták benyomni, Hemmerlein József egy géppuska segítségével megpróbálta a zárat megnyitni, de a visszaemlékezések alapján ez nem járt sikerrel. A kristály mögötti tefutelephez fordultak ismét segítségért, ahonnan egy Csepel teherautóval rátolattak az épület ajtajára, és ezzel hát kinyílt a rendőrség. A tatai polgárok ekkor beléptek az épületbe, ahol gyakorlatilag lefegyverezték az állományt, akik ellenállást nem tanúsítottak. Laktanyában menekült pár funkcionáriusok, valamint a szintén oda menekülő rendőrség vezető hatására egy tiszti csoportot küldtek ki a rendőrség épületének a visszafoglalására. Ez a késői órákban történt. A levegőbe sorozatot lőttek, aminek a hatására a Ady Endre útról a tömeg eloszlott, de azok, akik a rendőrség épületében voltak, már nem mind volt lehetőségük elmozdulni. A tisztek Korbély János vezetésével két részre osztották, az egyik osztag a Ady Endre utcán foglalt lőállást, a másikgal pedig behatolta az épületbe, ahol a fal mellett sorakoztatták föl a bentartózkodókat. Ekkor nem teljesen tisztázott körülmények között Kaszás Tamás zsebébe nyúlt, és elhangzott egy tűzparancs. Kaszás Tamás azonnal meghalt. Senkár János és Fasing Sándor is a földre zuhantak. Rónavölgyi Béla és Balázs István együtt menekültek ki az utcára. A kapu előtt elhelyezkedő tisztek lövései a rendőrség előtt érték őket utol. Rónavölgyi Béla a helyszínen meghalt. Balázs István súlyos sebesüléseinek nyomát élete végéig magán viselte. Senkár János életveszélyes sérülésekkel került a tatai kórházba, ahol már nem tudtak rajta segíteni, két nap múlva halt meg. Fasing Sándort hét helyen érte lövés, szívburok lövést és tüdőlövést is kapott, de szerencsére túlélte a sortüzet. Bementünk az udvar felé, én meg szerencsémre visszamentem, mert leesett a kezemből egy kis szatyor, amiben a holmim volt, mire felvettem, a többi már mind bement, csak én álltam ott az ajtónál, belül az udvarban. Akkor bejöttek. Bejött ez a Korbely nevezetű, most már tudom, bejött a rendőrség udvarára, hogy kinél van fegyver. Aztán... egy név alva volt egy pisztoly, de nem használta, és akkor erre a borbér volt a vezetőknek, hogy sortűz, tűz. Hát hirtelen engem találtak, én kaptam hét lövést, szívburok lövést, tüdőlövést kaptam, meg az egész balában kapva el. Akkor egyik összeesetre mellettem azt, az ott mindjárt meg is halt, akkor még... kifelé még, de ahogy ment ki, akkor hirtelen elkapták még a Rónavölgyit, aki mellettem volt, azt ott kaszálták le. És még a Balázs Istvánt, annak lőtték széllyel az arcát. Akkor ott vége volt, elterítettek bennünket. Ők elmenekültek, ezt is csak utólagosan tudom mondani. Engem először oda tettek a halottak közé, mert nem mozdultam meg. Aztán valamelyik észrevette, hogy életben vagyok, és kitettek a rendőrség elé. Aztán valahogyan én elkezdtem mászni. Haza akartam mászni, de nem voltam annyira észnél, és nem hazafele másztam, hanem erre, a templom felé. Valaki megállította a mentőt, hogy itt van egy sebesült, és engem betettek. Bekerültem ide a kórházba.
Hát itt csak ki tudták venni a lábamból a golyót, de sajnos akkor itt Magyarországon a tüdőből nem tudtak még operálni semmit. Olyan 40-en menekültek be az utcáról, mert lőttek a tisztek. Nem szóltak azok semmit se. Leugráltak ott a kristály sarkánál, onnan jöttek ki, a közből. Kint álltunk, aztán kaptuk a sorozatot. Már ott rögtön el is esett a naszái fiú, a Senkár. És akkor négyünket ott összeraktak, ott a rendőrség ajtaján, belül a kukához. Mikor látták, hogy mozgok, csak így kiraktak. A tatai rendőrségnél 1956. október 26-án leadott sortűzre parancsot adó, a forradalmárok vezetőjének életét egy lövéssorozattal kioltó Korbel János egykori katonai parancsnokot 2009-ben jogerősen 5 év börtönbüntetésre ítélte a legfelsőbb bíróság. A bíróság szerint Korbely emberiesség elleni büntettet követett el azzal, hogy 65 évvel ezelőtt tüzet vezényelt, és maga is lőni kezdett, amikor a kapitányságot elfoglaló felkelő csoportot irányító Kaszás Tamás az udvarra belépő katonák felszólítására a nála lévő pisztolyért nyúlt, ezért tette, soha nem évül el. A legfelsőbb bíróság először 2001-ben ítélte 5 éves szabadságvesztésre Korbel Jánost, 2008-ban azonban az Emberi Jogok Európai Bírósága nem találta megalapozottnak ezt a döntést. A kötelező felülvizsgálati eljárást lefolytató legfelsőbb bíróság 2009-ben végül mégis helyben hagyta a 8 évvel korábbi ítéletet, megállapítva, hogy az 1956. október 26-ai tatai sortűz az állami politika szerves része volt, hiszen az előző napon megjelent a rögtönítélő bíráskodásról szóló jogszabály. Mikor 5 éves voltam, mentünk az édesanyámmal a Várkanyarban, és akkor hozták platós teherautón az édesapámat, Róna Völgyi Bélát, és láttuk a szandálját, ahogy lelóg. ...1956. október 27-én tatabányai fiatalok érkeztek meg először Tatárra, hogy fegyvert szerezzenek, és aztán Budapesten a forradalmárokat tudják támogatni. Mivel Tatán nem kaptak, ezért tovább mentek a Bai laktanyához. A kapuban szóváltásba keveredtek egymással. A laktanyában szolgálatot teljesítő katonák és a forradalmat támogatni igyekvő bányász fiatalok. Egyértelmű vált a szóváltás után, hogy nem fognak fegyvert kapni. Akkor mindenki felszállt a teherautóra, és megindultak a következő helyszínre, ahol a fegyverhez való jutást remélték. Talán a teherautó egy picit gurulta vissza a laktanya irányába. Talán valami félreérthető volt. A laktanyából földördültek a gépfegyver nehéz gépágyuk hangja is, és visszaemlékezések alapján több percen keresztül lőtték. Sortűznek vagy a gépágyú tűznek következményeként több fiatal vesztette életét, többen súlyosan megsérültek. Körülbelül 5-10 percig lehettek bent a tárgyalók. Hangoskodást nem hallottunk. Csalódva jöttek vissza. Itt sem kaptunk fegyvert. A két ember visszaszállt az autóra, és kezdtünk megfordulni. Hátra tolatott a teherautó a Tata felé eső nagykapu elé. Kissé lejtett az út. Ekkor megszólaltak a gépfegyverek. Tűzparancsot nem hallottunk, mert felzúgott az induláskor a teherautónk, össze-vissza kiabáltak, kinyílt a nagykapu is. A házak tetejéről biztosan lőttek, azt magam is láttam. Nem tudom, hogy hány percig szóltak a fegyverek. Nekem hosszúnak tűnt. Talán 5 percig is lehetett. Mi nem lőttünk egyet sem. Aki tudta, levetette magát a teherautó platójára. Én is. Tudom, hogy többen meghaltak, megsebesültek. Én a hónom alatt kaptam egy körülbelül 20 forintos nagyságú, erősen vérző és fájó szilánksebet. Ez is valószínűsíti, hogy robbanó lövedékkel lőttek. Utána kitódultak a katonák. Aki tudott mozogni, azt a laktanyával szemközti oldalon lévő drótkerítés mellé sorakoztatták föl. Mondván, hogy statárium van,
ki lehet végezni a jó népet. Valami gépállomás féle lehetett a laktanyával szemben, mert mezőgazdasági gépeket láttam az udvarom. Úgy látszik, hogy valaki a fejéhez kapott, hogy a kivégzés mégsem egy, ezért betereltek minket a fogdába. Ekkor már besötétedett. Valószínűleg több földszinti helyiségbe zártak be minket. Magunkra hagytak. Enni-inni nem adtak, durván bántak velünk. Körülbelül egy óra múlva valami teherautó félével bevittek minket, sebesülteket a tatai kórházba. Ott nagyon kedvesen, szinte hősként fogadtak bennünket. Kaptunk enni, inni. A súlyosabbakat orvosok vették kezelésbe. Én csak könnyebb sérült voltam, engem nővérek kötöztek be. Az egyik sebesült Lantos, a keresztnevére már nem emlékszem, harmadikos iskolatársam volt. Az áldozatok nevére és életrajzi adataira dr. Kálmán Attila kitartó és alapos kutató munkája derített fényt. A szegedi születésű, szentesi lakos Égető Ernő József 20 éves volt 1956-ban. Jakab Ferenc, aki Szércán született, balatonfűzfői lakos volt és házas ember, még nem töltötte be a 30. életévét, amikor meghalt. Knáb Vilmos János volt a legfiatalabb az áldozatok közül, mindössze 17 éves. A Félárva állami gondozott bányaipari tanulóról mindössze egy iskolai anyakönyvi kivonat és egy jubileumi évkönyv egy soros bejegyzése maradt fenn. A 60-i születésű és 60-i lakos Kenár Kovács Lajos elvált ember volt és alkalmi munkákból élt. 1922-ben született, 34 évesen ő volt a legidősebb az áldozatok közül. Az 1929-ben Megyehídon született Kovács Lajos Tatabányán volt gépkocsi vezető, ő vezette a felkelők teherautóját is. Az 1956-ban 27 éves Kovács Nándor volt az egyedüli, aki a környékről származott, Felsőgallán született, nősember volt. A kiskörösi születésű Némedi Varga Gergely László 1956-ban valószínűleg Bajon lakott. Munkahelye a tatai növényvédelmi állomás volt, amelynek a laktanyával szemben volt részlege. Ő nem a teherautóval érkezett, hanem egyszerűen kinézett, kiment az utcára közvetlenül a gépfegyvertűz előtt, mindössze 18 éves volt. Sorok Gyula Sopronban született, és ott is volt bejelentett lakása, Tatabányán csillésként dolgozott, 24 évesen érte a halál. A tatabányai bányász fiatalokat végül Tatabányán temették el, ahol az ismert tatai tanár Mazalin György mondta a beszédet a tatabányai forradalmi tanács nevében. Az olimpiai táborban tartózkodtak ekkor még olimpiára felkészülők, az ő visszaemlékezéseik alapján tudjuk, hogy még zászlóval vidáman indultak ki ezek a fiatalok, hogy a forradalmat tudják tovább erősíteni, és nagyon megrázó volt számukra, amikor órákkal később a lövések hangjai után letakart testeket szállító platós teherautó érkezett vissza Tatára. Tiszti iskola megpróbálta ellátni azokat a feladatokat, ami a rendfenntartáshoz szükséges volt. A posta épületét, illetve a városi tanács épületét biztosították, és a felkelőket kiszorították innen. 27-én pedig főleg a egyetemisták bevonásával fegyvert gyűjtöttek a városban, amelynek során több civil polgár is előállításra került a laktanya udvarán. Október 27-ére a műegyetemista ifjak megszervezték magukat, és sikerült a tiszti iskolának a forradalommal szimpatizáló tagjaival kialakítani azt a katonatanácsot, amely aztán Tata városban hangos bemondókon keresztül hirdette, hogy a katonák a polgárok mellett állnak, és arra biztatták a lakosságot, hogy a munkástanácsokat minél előbb szervezzék meg. A műegyetemista ifjak közül kiemelkedik Gyarmati György neve, aki a katonatanács vezetésében is benne volt. Azok között volt, akik a kristály szálló erkélyéről olvasták föl a követeléseiket. A műegyetemista ifjakat október 27-ét követően át is vezényelték a műegyetemhez, ők később a tatai eseményekben már nem tudtak részt venni. Berendezkedés az iskola védelmére.
Este tüntetés Tatán. Teherkocsin ki, járási tanács előtt. Este a második portjáról lelépek. Korbely megsebesül. Éjjel őrt állunk a parancsnoki épületnél. Pesten nagy harcok folynak. A tisztiskolások hitet tettek amellett, hogy megvédik a tatai polgárokat a szovjet támadástól is, ha arra szükség kerül. Arra biztatták a lakosságot, hogy a munkás tanácsok megalakulásával minél előbb vegye kezébe a sorsát. A legfontosabb pontja október 29-én, amikor részben a Tiszti Klubban megalakult az ideiglenes Városi Nemzeti Tanács. Megválasztották azokat a küldötteket, akik Győrbe távoztak. Győr azért volt fontos Tatai életében, hiszen ott győzött a forradalom, és egyértelműen a dunántúli, akkor formálódó Nemzeti Tanács irányítása alá próbálta magát a Tatai Nemzeti Tanács is helyezni. Éppen ezért a lakosság számára roppant izgalmas volt, hogy milyen hírek érkeznek Győrből. Így október 29-én hatalmas tömeg verődött össze itt a kristályszálló előtt, amelynek az erkélyéről aztán felolvasták azokat a döntéseket, amiket a Győri Nemzeti Tanáccsal együtt meghoztak. A Tatai Nemzeti Tanács elnökévül Németi Lászlót választották, a tanács titkárául dr. Tóth Józsefet és Kaszás Gyulát. A 78 tagú tanács tagjai között foglalt helyet Mészáros Gábor, Mecseki László és Dávidházi Sándor is. A rend fenntartásával párhuzamosan megindult a nemzetőrség felállítása is. A nemzetőrség vezetésével Nyíri Imrét bízták meg, hiszen a lakosság bizalma az ő irányába töretlen volt. Ő nem lakott a laktanyában, hanem a családjával a városban élt. Éppen ezért jobban ismerték a polgárok is, köztiszteletnek örvendett. Nyíri Imre a nemzetőrség hitelessége megőrzése okán volt katonákat is felkért a nemzetőrség megszervezésének ben való közreműködésre, így többek között Laborz Gyulát, tatai fiatalokat, mint dr. Sárközi Józsefet, Kis Bélát, Csernik Mihályt és társaikat, akik bizonyítottak az elmúlt napokban, hogy a lőfegyverrel nem élnek vissza. A rendőrségen minden szét volt verve. Kitépett telefon, fiókok, szétszórt iratok a padlón, és egy csomó fegyveres fiatal. Közülük jól ismertem Varga Józsefet, Pizsét, és neki mondtam, hogy ha összeszedi fegyveres barátait, nemzetőrök lehetnek. Nem sokára jött is vagy 10 fegyveres civil, dr. Sárközi József vezetésével. Sárközit pár éve ismertem. A lakásán is voltam egyszer-kétszer kártyapartin, néha az italboltban is találkoztunk. Különben ő a megyei tanács begyűjtési hivatalában dolgozott jogi tanácsadóként. Tudtam, hogy ezt a 26 éves fiatalembert az indulatai vezérlik, s vakmerőségre hajlamos. Megegyeztünk, hogy én leszek a nemzetőrség parancsnoka, ő pedig a civil helyettesem és jogi tanácsadónk. Mivel én a hadsereg szervezeti felépítését ismertem, a nemzetőrséget is annak mintájára szerveztem meg. Így lett a nemzetőrség politikai vezetője Garami, Golda János. Garami pilóta főhadnagyi rangban szolgált Horthy hadseregében, így értett a fegyveres szolgálathoz. Őt is ismertem több éve, de Sárközi is ajánlotta, mondván, hogy katona viselt, megbízható emberekre van szükségünk. Tatán 1956. október 28-án megalakult az ideiglenes Tatai Járási és Városi Nemzeti Tanács. Az üzemek és intézmények munkás tanácsának küldöttei által választott ideiglenes nemzeti tanács azonnal átvette az irányítást. A honvédség megalakítja a katonatanácsot, de már is részt vesz a nemzeti tanács munkájában. Megalakította a nemzetőrséget, vállalta a rend fenntartását a járás és város egész területén. Vállalta továbbá, hogy a polgárságot minden esetleges idegen támadás ellen megvédi. A Nemzeti Tanács első feladatának a normális élet megindítását tekinti a szabadság elve alapján. Október végére úgy tűnt a városban, a forradalmi szerveknek sikerül megerősítenie a békét, a belső rendet,
és Pesten is abba az irányba mozdultak el az események, hogy a forradalom győzelmére lehetett számítani. Úgy döntött a Nemzeti Tanács, hogy egy nagy emlékünnepséggel fognak november 1-én megemlékezni a forradalom elhunyt hőseiről. Hatalmas tömeg gyűlt össze a Hősök terén, ahol ünnepélyes keretek között történt meg ez a megemlékezés, és mindenki számára egy igazán kiemelkedő pillanata volt az emlékezésnek, amikor Szalai Margit elszavalta a szózatot. Az édesapámmal kerékpárral kimentünk Grébics puszta felé lévő földünkön kukoricát törni kettesben. Egyszer csak nagy meglepetésünkre jött Baranyi József énektanárom kerékpárral, és mondta, hogy lesz ez az ünnepség, és szeretné, ha elmennék elszavalni a szózatot. Az énekkar kíséretével többször szavaltam a szózatot, és azt ő szerette volna, hogy azt ezen az emlékműsoron is előadjam. Édesapám nem akart elengedni, mert féltett. De aztán Józsi bácsi addig-addig agitálta, hogy végül elengedett. Hazajöttem kerékpárral, átöltöztem. Sötét kék szomja fehér pluszba, és elmentem, és ugye itt a két fegyveres katona között, akik szintén disszidáltak, elszavaltam a szózatot, az énekkar, mint egy zümmögő kórus kíséretében nagyon szép volt. Rengetegen voltak ezen az ünnepségen, emlékszem, a kórház ablakai végig nyitva, ott lógtak benne az emberek, és a tér teljesen tele volt, és emlékszem még Antal Gergely igazgatóm jelenlétére és szúros tekintetére, és itt a műsor végén aztán én hazamentem, átöltöztem, felültem a kerékpárom, és visszamentem édesapámhoz, aki már nagy izgalommal várt, mert nem lehetett tudni, hogy mikor mi történik. Lőnek-e valahonnan, vagy sem. Ez volt az én szereplésem tulajdonképpen, és semmi más. Azt sem tudom, hogy ki fényképezte le. Itt van ez az eredeti képem, amire ráírtam, hogy 56. november 1-e a hősi halottak emlékére rendezett ünnepségen. Ezt a képet sem tudom, hogy kitől kaptam, de 50 éven át mélyen őriztem a fiókomban, és nem mutogattam ezt senkinek sem. November 1-én azonban nem csak a megemlékezés zajlott, hanem egy szomorú esemény is beárnyékozta ezt a napot. Hemerlein József vezetésével tatai nemzetőrök Dunaszent Miklósra mentek ki, ahol tűzharcba keveredtek, és itt végül életét vesztette Hemerlein József. Ő a tatai forradalomnak talán az egyik legismertebb és legszeretettebb alakja volt. Személyesen ott volt a járásbíróságnál, a politikai foglyok kiszabadításánál, és személyesen a rendőrség elfoglalásánál is. Tiszteletére november 3-án egy emlékünnepséget szerveztek, a temetést végül a templomokban is kihirdették, az Almásky úti temetőbe helyezték végső nyugalomra. Nyíri, ne félj, itt vagyunk! És elkezdtek lőni ezekre. Erre az idegenek visszafutottak a házak közé. Ekkor ugrottak át a kerítésen Golda, a gépkocsi vezetőnk és Hemmerlein. Hemmerleint nyakszírten lőtték, Goldának sikerült kimenekülnie. Szerzett egy kerékpárt, s azzal a páncélos laktanyába hajtott tatára segítségért. Én végig szaladtam a közelemben lévő kerten, aztán tovább a Szilágyi tanyáig. Ott kaptam civil ruhát, a pisztolyomat, katonaöltözetemet eldugták, én pedig a szántóföldeken át Torony iránt igyekeztem haza, tatára. Útközben találkoztam szembejövő katonákkal, akiket már a mi megsegítésünkre küldtek. Kiértem az országútra, jött egy mentőautó, felszálltam rá, s velük és a közben elvérzett Hemmerlein Jóskával érkeztem vissza Tatára. Közben a kiküldött katonaság elfogta a reánk lövöldöző fegyveresek nagyobb részét, teherautóval behozták őket a tatai nemzetőrségre. Ekkor derült ki, hogy ők tatabányai, oroszlányi fegyveres bányászok, akik az erdei ávósok felkutatása során jutottak el Dunaszent Miklósra, s ott az én katona nemzetőreimet, majd minket néztek ávósoknak. Mi pedig róluk gondoltuk, hogy a falut megtámadó ávósok.
1956-ban Hemmerlein József, az unokatestvérem, a vele lévő társasággal bejött apámékhoz egy pohár borra. Gépfegyverek is voltak náluk, kérdezgettek, és próbálták elhívni magukkal apámat is. Anyám engem féltett, és nem engedett a konyhába, míg a fegyveresek ott voltak. József haláláról csak később értesültünk, a szüleim a temetésén is ott voltak. Állítólag a hősi halottaknak kijáró tisztelettel ágyúkerekeken vitték a sírhoz. November 4-én a többen arra ébredtek Tatán, hogy szovjet harckocsik állnak az új úton és haladnak Pest fele. Lefegyverezték a laktanyákat, mind a Dózsa-tiszti iskolának a legénységét, mind pedig a Baji úti harckocsizó ezrednek az állományát. Harcképtelenné tették a fegyvereket. Lefegyverzésre kerültek a nemzetőrök is, és egyes személyeket már ekkor letartóztattak. Többek esetében azonban még váratott magára a forradalomban való közreműködés miatti meghurcoltatás. November 4-én a nemzetőrségre telefonált nekem Kantár alezredes, a katonatanács elnöke. Imre, gyere be a laktanyába, a szovjetek akarnak veled beszélni. Én gyanútlanul bementem. Ott lefegyvereztek és nem is engedtek vissza. Utasítottak, hogy telefonáljak a nemzetőrségre, s adjon parancsba. Az oroszok bevonulnak a városba. Ne lövöldözzetek értelmetlenül. Tegyétek le a fegyvert. Már nem emlékszem pontosan, hogy Golda János vagy Sárközi Jóska közül melyik vette fel a telefont. A nemzetőrök egy része azonban nem adta meg magát, hanem vezetésükkel Tatabánya irányában a budapesti forradalmárok segítségére kíváncsi etni. Tatabányán azonban megállították őket, egy részüket vissza is fordították, és itt történt az a baleset is, amelynek során Bődi Lajos, Pavlisz István és Pordán István is életét vesztette. Dr. Németi Lászlót, a Tatai Nemzeti Tanács elnökét 1957 tavaszán letartóztatták, és a népbíróság 5 évre ítélte, 1035 napot töltött börtönben. Kiszabadulását követően az 1960-as évek végéig nem helyezkedhetett el tanult szakmájában, fizikai munkát végzett. Nyugdíjazásáig majd nyugdíjasként is vállalati jogtanácsosként dolgozott. Csak 1991-ben, 42 évvel diplomája megszerzése után lehetett ügyvéd szülővárosában, Budapesten. Dr. Mészáros Gábort 1957 májusában tartóztatták le, majd 10 évre ítélték. Szegedről szabadult 6 év letöltése után, az 1963-as amnesztiának köszönhetően. Előbb Tatára tért vissza, ahol időközben lakásától megfosztották, majd Miskolcra költözött leányához. Ott még egy rövid ideig gyakorolhatta szakmáját, majd felsőbb utasításra felbontották a szerződését. A megyei rendőrség politikai osztálya 2-3 hónapos rendszerességgel hívta be fiával együtt kihallgatásos figyelmeztetésre, s ez egészen haláláig tartott. 1968. november 15-én hunyt el Miskolcon, Budapesten temették el, erős rendőri készültség mellett. Dr. Sárközi József, aki részt vett a rabok kiszabadításában, a tanácsháza és a posta elfoglalásában, aki a nemzetőrség parancsnokának civil helyettese és a testület jogi tanácsadója volt, a forradalom leverését követően Franciaországba disszidált, végül a dél-afrikai Johannesburgban telepedett le, és itt is hunyt el 42 éves korában. Fasink Sándort, aki csak egy külföldi gyógykezelésnek köszönhetően épült fel súlyos sebesüléseiből, önkéntes hazatérése után letartóztatták, mert szerepelt a Tóvárosi Emlékmű lerombolásáról készített fényképeken. A rendőrségen súlyosan bántalmazták és 18 hónap börtönbüntetésre ítélték. Szabadon engedése után hetente többször jelentkeznie kellett a rendőrségen. Tanulmányait nem folytathatta, munkát is nehezen szerzett magának. Az állami
ünnepek környékén évekig őt is begyűjtötték, elvitték egy-egy hétre, nehogy rendszerellenes szervezkedésekbe kezdjen. Kis Bélát az 1956-os emlékérem kitüntetettjét, a tatai nemzetőrség tagját, Perének másodrendű vádlottjaként 12 év börtönbüntetésre ítélték, és végül az 1963-as amnesztiával szabadult. Vájárként végzett nehéz munkájáért soha nem járt jutalom, mert egy mindenható pártitkár fasisztának minősítette. Mazalin György matematika tanár november 4-e után Tatabányán elvállalta egy ellenálló csoport eszmei irányítását, és ezért halálra ítélték. 15 hónapot töltött síralomházban, majd amnesztiával szabadult 1959-ben. Soha többé nem tudott elhelyezkedni képzettségének megfelelő állásban, leszázalékolása előtt köztisztasági díj beszedőként dolgozott. Nyíri Imre, a nemzetőrség tatai parancsnoka, a forradalom bukása után nem volt hajlandó elvállalni a karhatalom tatai megszervezését. A megszálló hatalomnak való behódolást jelentő, úgynevezett tiszti nyilatkozatot sem írta alá, és ezért 10 év börtönbüntetésre ítélték. Végül 20 hónapot töltött börtönben, és kiszabadulása után soha többet nem gyakorolhatta katonai hivatását, csak a rendszerváltást követően rehabilitálták. Az 1956-os forradalom vérbefolytása után majd 4 évtizeddel megindult helytörténeti kutatásoknak köszönhetően ma mintegy másfél száz tatai felkelő forradalmár nevét ismerjük. Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a legtöbbjükből csupán ennyi, egy-egy jól rosszul betűzött név maradt fenn a könyvek lapjain. Még élő rokonok, ismerősök híján, idő előtt kihullottak a helyi emlékezet rostáján. Nincsen fénykép, mely vonásaikat őrizné. Tudjuk, hogy 1956-ban néhány szó vagy gesztus is elegendő volt ahhoz, hogy alapvetően új irányba fordítsa az ember életét. Azok a férfiak és nők, akik tudatosan, az élre állva vállaltak szerepet a forradalomban, és azok is, akiket csupán az emberibb életkörülmények reménye szólított az utcákra, akárhogy is alakult az életük előtte és utána, a kritikus pillanatban a maguk módján mind megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Személyes sorsukat is kockára téve egyértelműen állást foglaltak egy, ma úgy mondjuk, igen kiélezett történelmi helyzetben. Hitet tettek a szabadság mellett. Helytállásuk, felelősségvállalásuk ma is önvizsgálatra késztett valamennyiünket. Mi, akik egy szabad és demokratikus államberendezés békés és unalmas hétköznapjaiban ilyen-olyan megfontolásokból és érdekekből naponta keressük az úgymond kényelmes megoldásokat, a konfliktus kerülő kibúvókat, mi vajon alkalmasak, képesek vagyunk-e arra, hogy szembenézzünk velük, a forradalom és szabadságharc hőseivel? Álljuk-e tekintetünket? Nem csak az ünneplés módja, méltóak vagyunk-e mi magunk is hozzájuk az 56-os örökséghez? Az 56-os hősök arcvonásait és alakját lassan felismerhetetlenné koptatja a múló idő, de mégiscsak köztünk vannak ők ma is, mert példájuk mérce, viszonyítási pont, vezérlő csillagunk.